A teljes írás istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 2. Timóteus, 3.16. Az emberek feltérképezése Beszélgetni kezdtem, ezzel a házaspárral. Tudod, azzal, ha kérdéseket teszünk fel az embereknek, fel tudjuk térképezni őket, vagyis megtudhatjuk, hogy hol tartanak a hitükben. Fel kell térképeznünk az embereket, mielőtt imádkozunk értük ha a Szent Szellem valamelyik ajándéka megnyilvánult volna, akkor nem kellett volna ezt a házas párt feltérképeznem, mert Isten a tudtomra adta volna, hogy mit tegyek. A Szent Szellem ajándékai azonban nem nyilvánultak meg. Nem érzékeltem a kenet jelenlétét. Az igazat megvalva, sosem éreztem még olyan száraznak és szellemileg érzéketlennek magam, mint akkor. Ha az érzéseimre hagyatkoztam volna, akkor nekem kellett volna imát kérnem tőlük. A Biblia azonban működik. Akár serkentőleg hat ránk, akár nem. Természetes szinten például nem kell semmit sem éreznem ahhoz, hogy használni tudjam a szorzótáblát. Isten igéje is ugyanolyan igaz, és működőképes, mint a szorzó tábla? Hát persze. A Biblia mindig működik a javunkra, mert Isten már felkente az igét. A Szent Szellem ihlette az igét. A Bibliát Isten szellemétől kaptuk és mindig működik. Akár megbizseregtet valakit, akár nem. Néhányan azt gondolják, hogy érezniük kell valamit, és ha liba bőrösek, akkor működni fog az ige. Láttam ilyen embereket. Ők a hitüket nem Isten igéjébe, hanem a libabőrbe vetették. Ezért semmit sem kaptak az úrtól. Isten azonban nekünk adta az ő igéjét. Az ő beszéde pedig működik az érdekünkben, és a javunkra szolgál. Ha megbízunk benne, és engedelmeskedünk neki. Megvallás. A Biblia Isten ihletett igéje. Akár megbizseregtet minket, akár nem, akkor is működik. Elhiszem, amit a Biblia mond. És a Biblia azt mondja, hogy meggyógyultam Jézus Krisztus sebeiben.